Az időjárás eddig kegyes volt az országhoz, de az igazi tavaszi viharok még ezután jönnek. Ezek pedig nem csak a mezőgazdaságban tehetnek hatalmas károkat, hanem a lakóházakban vagy a nagyobb értékű ingóságokban, például a közterületen fák alatt parkoló autókban. Már egy közepes szél is letörhet nagyobb ágakat, és nem ritka az sem, hogy egész fák dőlnek ki. A legfontosabb ugye, hogy azonnal a kárenyhítés megtörténjen. Mindig azt szoktuk mondani az ügyfeleknek, hogy fényképeket készítsenek, hiszen ezek már ugye egyfajta kár dokumentumként fognak funkcionálni. Meg kell azt nézni, hogy ugye ki felelős azért, hogy az a fa rádölt, és ugye ki a karbantartásért felelős személy. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azonnal tegyék meg a kárbejelentést, hogyha van lehetőség, akkor a rendőrség segítségét is hívhatják, tehát bemehetnek, feljelentést tehetnek, de a fotók azok mindig a legeslegfontosabbak, hogy meglegyenek, hogy mi történt pontosan a káresemény során. Hogy a keletkezett kárt minél egyszerűbben orvosolni tudjuk, érdemes előre gondolkodni és felkészülni a viharkárokra különböző biztosításokkal. Az autókról, hogyha beszélünk, akkor a kaszkó az, ami elsősorban védi a gépjárművünket bármilyen káreseménynél. Nagyon fontos, hogy ezt is érdemes megnézni, hogy milyen díjjal, milyen önrészekkel tudjuk megkötni a biztosítást, hívhatjuk ugye szakember segítségét. A lakásoknál pedig elengedhetetlen, hogy rendelkezzünk egy lakásbiztosítással. Az alapkockázatokon kívül rengeteg olyan kiegészítőt tudunk már ma kötni, amelyek akár a szabadban tárolt vagyontárgyainkra nyújtanak fedezetet, mondjuk egy nyitva hagyott nyílászárón történő beázás során fog fizetni a biztosító. Vagy pedig a növényi kultúrákban is történhet kár egy viharos erejű szél következtében. Bár egyre többeknek van biztosítása, sokan régen nem nyúltak hozzá, nincsenek aktualizálva ezek a szerződések. Ez pedig azt is jelenti, hogy nem megfelelőek a biztosítási összegek, vagyis nem azt a kártérítési összeget kapják meg a károsultak, amire számítanak. De nem csak a szerződéseket kell napra készen tartani, az ingóságokra és a házakra is nagy figyelmet kell fordítani. Ha például a tetőcserép el van mozdulva, egy nagyobb esőzés nagyobb eséllyel jelent beázást. Egy hosszú idő óta elhanyagolt épület esetén pedig a biztosító megtagadhatja a kár kifizetését.